Rozsnyói magazin júliusi utolsó adását láthatják. Üdvözlöm nézőinket! Ahogyan ezt már megszokhatták, a hónap utolsó adásában 10 éve készült televíziós archívum szerepel. A kétnapos rendezvény első délutánján előadásra várták a Rozsnyói Városháza dísztermébe Mészáros Alajos európai parlamenti képviselőt, de elfoglaltsága miatt csak másnap vett részt a fesztiválon. Itt Szuperák Mária, a képviselő asszisztense tartotta előadását az Európai Unió kisebbségi kultúrpolitikájáról. Sokszínűség, amit annyiszor elmondunk Európai Unióban, ugye Unified in Diversity mondja az Európai Unió mottója, és közben nagyon keveset teszünk érte. 40 millió ember él Európai Unió területén kisebbségi létben, köztük a magyarok ugye néhány millióan, és más kisebbségek is, sajnos az ő problémáik annyira különbözőek, és annyira nem próbálják egy közös nevező alapján megoldani, hogy ezzel borzasztó sok gondunk van, és ez az, amivel most az utóbbi hónapok években elég, hát ha mondanám, sikeres, de mindenképpen aktívan közreműködik a kisebbségi bizottság keretén belül. A Gombaszögi Fesztivál második napján hatalmas hőség fogadta a völgybe érkezőket. A színvonalas délutáni kétórás gálaműsort így kevesen nézték a nézőtérről. A völgy szinte minden szögletébe húzódtak nézők a nyári kánikula miatt. A hangulatot Gombaszögön egyszerűen nem lehet megváltoztatni. Azért itt, aki ide eljön, az mindig azt a régi múltat keresi, és igyekszik hozzátenni, ami azelőtt volt. Sajnos egyre kevesebb a látogatottság, de az idei azért meglepeti szelővételben nagyon-nagyon sok jegyet eladtunk. Azért minden tájegységről próbáltunk hozni csoportokat, hisz a Szőttes a Nyugat-Szlovákiát képviseli, a Nádos a lévai járást, akkor a Palócország Fülektől egészen Rimaszombatig, vagy Tornaiáig azt képviseli, és van a Kelet, és van a Rozsnyó is, ugye a kis csoportok, akár a nagy csoportok Rozsnyót és a járást képviselték, úgyhogy én azt hiszem, hogy a legjobbakot láthattuk, de a Palócországnak most volt itt a ős bemutatója, ami fantasztikus és csodálatos volt. Ehhez csak gratulálni lehet. Több mint 500 szereplő csorakoztatott fel az idei Gombaszögi műsor. A délutáni gálaműsor Határtalan Palócország címmel a terület sokszínűségét mutatta be. Összekötő elemként az államhatár jelent meg a táncok között, milyen szerepet kapott a határ az emberek személyes életében. A műsorban a Rozsnyói Búzavirág néptáncsoport is fellépett. És ha közös műsor, akkor miről is szólhatna? Hát a Palóc területnek, a Palócföld sokszínűségéről, arról, hogy a táncok mennyire nem egységesek, hogy ez a palócság, mint olyan, mennyire nehezen megfogható néprajzilag, hiszen tudjuk, hogy inkább egy nyelvi jel, az illabiál is köt minket legfőképpen össze, és így a néptánc is a nagyon régi, archaikus stílusú bukós táncoktól, az egészen új stílusú verbunkokig, polgári táncokig, minden megtalálható a területen. Ezeket raktuk szépen egymás mellé. Lenyűgöző. A gondolat maga, és
az egész, ahogy meg van csinálva, a földhöz ragadtsága, a tisztasága, hitelessége, mindene nagyszerű. Szeretném nagyon sokszor látni még. Az egészet nem láttam a hatalmas hőség miatt, de gondolom, hogy biztosan jó volt. Az idei rendezvény kellemes színfoltja volt a Kézművesek utcája mellett, a Gömöri Ízek utcája. 8 önkormányzat kapcsolódott be a nagy népszerűségnek örvendő hazai ízek bemutatására. A krumplilángos elkészítéséhez még házi tűzhelyet is biztosítottak. Grujaláksát készítünk. Ez a hagyományos régi ételek közül való, és nagyon ízletes. Az alapanyag ugyanúgy kell tiszta, és ízesítve van tepertős, jutúrós, fokhagymás és krumplis. Minek van a legnagyobb keletje? Fokhagymásra, fokhagyma, talán a fokhagymásnak. A bogácsa. Úgy neveztem el, hogy dernei bogácsa. Ez különleges, mert ez a fajta, ez tekerve van. A többi gömbölyük szokták lenni, meg kockás, de ez tekert. Ez az úgynevezett alma bundában, vagy pongyolában, vagy ki hogy nevezi. Ez ilyen palacsintatésztából készül, csak sűrűbb, mint a palacsintatészta, és almát meghalmozunk, és akkor ebbe bele gömbölyítjük. A Gombaszögi Kulturális Fesztivál a régi rendszerben találkozója volt a felvidéki magyarságnak. Ma már csak emlék marad, a 10 000 fölötti nézőszám, mondja a fesztivál egyik legrégebbi szervezője. Talán az 53. Úgy hiszem, talán egy évet hiányoztam, amikor katona voltam, de máskülönben mindig itt voltam. És talán 50-szer, mint főszervező voltam itt jelen. Az első itt volt ezen a téren, itt lent a diófák alatt. Azt a Rozsnyói Helyi Szervezet szervezte. Emlékszem rá. A legemlékezetesebb gombaszög melyik volt? Nekem mindegyik emlékezetes volt. Tulajdonképpen annyira fárasztó volt, hogy utána már alig tudtam magamhoz jönni, mert hát emlékszem rá, az utolsó, mikor itt volt, már most évet nem tudok pontosan mondani, akkor 17 000 ember volt itt a nézőtéren, de volt úgy, hogy 20 000-en is felül volt a nézőközönség száma. Gomba módra szaporodnak a különböző országos és helyi rendezvények, úgy változott, úgy gondolom, a gombaszögi fesztiválnak is a mondani valója, az üzenete, de az alapüzenete az, hogy az emberek itt összejönnek, jól érzik magukat, az, hogy beszélgetnek egymással olyanok, akik lehet, hogy egész évben nem találkoznak. Gombaszögöt nem szeretünk, nem hagyjuk ki sohasem, mert nagy élmény, sok barátokkal találkozunk, kelettől, nyugatig, Magyarország, Erdély, stb. Nagy élmény, hogy itt lehetünk. Barátok, találkozás, tánc, meg a magyarságunk. Én 1962-től minden gombaszögi alkalmon itt voltam. Akkor először édesanyám hozott ide, azóta meg a táncér, a barátokér, meg a magyarságom, minden éven elővő. Annak ellenére, hogy a hőség próbára tette a délutáni program minden résztvevőjét, estére megtelt a nézőtér. Közel 5 000-en tapsoltak Demjén Ferenc koncertjén. Ez a hó, 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 ez a hó
eddig tartott a Rozsnyai Magazin júliusi búcsúztató adása. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Jövő héten pedig szerdán új magazin műsorral jelentkezünk. Derűs hetet kívánok Önöknek. A viszontlátásra!